Köszöntöm a nézőket, és köszöntöm vendégemet is, Polgárdi Veronikát, a Pest megyei pedagógiai szakszolgálat Szentendrei tagintézményének megbízott tagintézmény vezetőjét. Jó napot kívánok! Üdvözlöm én is, köszöntöm a nézőket! Így fél év kapcsán, hogy ugye az iskolákban megkezdődik az új fél év, valamint az óvodákban pedig lassan a beiratkozásokhoz érnek a gyerkőcök, hogy az iskolai előkészületek megkezdődjenek. Tegyük tisztába azt, hogy mikor válik valaki iskola kötelezetté. Tanköteles korú gyermekek a jogszabály szerint azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket. Ez egy kor, de nem biztos, hogy együtt jár a megfelelő érettséggel a beiskolázáshoz. Ezt elsősorban az óvodavezető, illetve az óvónők hivatottak eldönteni, hiszen ők ismerik a gyereket, minden nap oda jár, tehát sok-sok tapasztalatuk van arról, hogy mennyire érettek a kisgyerekek. Akkor szükséges a mi vizsgálatunk, a pedagógiai szakszolgálat szakértői vizsgálata, hogyha bizonytalanok az ottani szakemberek abban, hogy eléggé fejlette a gyerek, hiszen vannak olyan kisgyerekek, akik bizonyos területeken nagyon fejlettek, és vannak bizonyos területek, amiben elmaradást mutatnak, és akkor ez valóban bizonytalanságot okoz. Vagy olyan esetben, amikor a szülő és az óvoda nem ért egyet abban, hogy szeptembertől iskolát kezdjen, avagy óvodában maradjon, akkor ilyenkor a mi vizsgálatunk szükséges ennek eldöntésére. Néhány évvel ezelőtt még gyakorlatban volt az, hogy a szülő kérésére vissza lehetett tartani a gyermeket az óvodában. Ez éle még a mai napon? Hát pontosítsuk, szülő kérheti ezt a vizsgálatot, és akkor a szakértői vizsgálat alapján a szülővel közösen el lehet dönteni. Van mód 6 éves, tehát a bizonyos határpontig, augusztus 31-ig betöltött 6 évesek esetében, hogy visszamaradjon, sőt nem is kell feltétlenül a mi szakértői vizsgálatunk hozzá. Ha az óvoda és a szülő meg tud egyezni abban, hogy valóban javára válik a kisgyereknek, hogy még egy évet óvodába maradjon, akkor ezt saját döntésük keretében megtehetik. Ami lehetséges még, hogy 7 éven túl is óvodába maradjon a kisgyerek, tehát ha augusztus 31-ig a 7. életévüket betöltik, akkor van mód az óvodába maradásra, de csak a mi szakértői vizsgálatunk eredményével. A szülő mire figyeljen otthon, mikor kezdjen el azon gondolkozni, hogy lehet, hogy a gyerkőcnek még jó lenne egy évet óvodában maradni, vagy adott esetben is szakemberhez kellene fordulni? Hát több terület van, amit fontos figyelembe venni, ezek a testi, fizikai adottságok, fejlettség, a szociális érettség, az értelmi érettség, az értelmi területek, a beszédfejlettség, ezen kívül az érzelmi érettség, kiegyensúlyozottság területe, a mozgásfejlődés területe, és azok a pszichikus funkciók, mint az emlékezet, figyelem, ezek nagyon fontosak. Illetve az a fajta motiváció kell, hogy kialakuljon, ami azt jelenti, hogy várja az iskolát, és már nagyon érdekli, és izgalmas helynek tartja, jó kihívásnak, amit nagyon-nagyon szeretne megismerni. Ez fontos. Az, hogyha megkezdődik a fogakváltása, vagy hirtelen megnő a gyermek, az nem feltétlenül jelenti még akkor ezek szerint azt, hogy érzelmileg is érett az iskolára. Mit tehet egy szülő? Hát mindenképpen azt teheti, hogy lehetőségeket ad számára. A közös játszásra, a sok-sok mesehallgatásra, közösségben való játszásra, ahol megtanulja az alkalmazkodást. Ezek a legfontosabb dolgok, amiben azokban a játéktevékenységekben a kisgyerek kipróbálhatja magát, és fejlődhet. Sok-sok mozgás lehetőséget adni a kisgyermek, szabad levegőn, bármilyen mozgásformával, akár külön kis tornával, de szabad levegőn, játszótéren való csúszás-mászás kipróbálása, ezek mind az idegrendszeri érésre jótékony hatásúak.
Gondolom nem elég, hogyha csak az utolsó nagy csoportban figyel oda a szülő a gyerkőcre kiemelten, hanem már ezt előzőleg is meg kell tenni. Gondolok itt a mesére, a kézügyesség fejlesztésére, hogy a ceruzafogás az biztos legyen már, amire oda kerül a gyermek. Igen, említettem ezeket a közös tevékenységeket, amit családban, ha időt szánunk rá, ezek nagyon fontosak. Nem kell feltétlenül feladatozni, leülni és egy szál grafitceruzával unalmas vonalakat húzni, de azzal, hogy tépünk, hogy vágunk, hogy ajándékokat készítünk, gyurmázunk, ezek mind spontán játéktevékenységben jól tudnak fejlődni, vagy építünk közösen, akár minta után, akár emlékezetből, akár saját kedvünkre, ezek nagyon jótékony hatásúak. Vagy esetleg az óvodából ellesünk bizonyos tevékenységeket, de szerintem az óvonők nagyon jó szakemberek, és hogy bátran lehet hozzájuk fordulni, kérdezni ilyen ügyekben. Hogyan válaszunk iskolát a gyermeknek, vagy iskolát kell-e egyáltalán választani? Hát ez egy nagyon izgalmas és jó kérdés. Azt gondolom, hogy tájékozódni kell mindenképpen azokról a lehetőségekről, amik fennállnak, vagy ami közül esetleg lehet választani. Én azt gondolom, hogy ezt nem szabad kihagyni, hogy a körzeti iskolákat szépen végigjárjuk, nyílt napokra elmenjünk, azokra foglalkozásokra, előzetes kis játékos tevékenységekre részt vegyünk, amit ezek a iskolahívogatók hívnak, hiszen ott személyesebb közegben is meg tudjuk ismerni a jövő tanítónénijeit. Szoktak fórumokat is, szülői értekezleteket is tartani, és ott lehet kérdezni bátran. A nyílt napokon, az óralátogatásokon pedig meg lehet tapasztalni azt a légkört, amit sugároz egy tanítónéni, és azt átélni, hogy a mi gyerekünknek esetleg az jó-e, vagy sem. Tehát mindenképpen tájékozódni kell. De hát sok információ nyerhető barátoktól, onnan, hogy olyan tapasztalatokból is lehet informálódni, hogy a nagy testvér milyen tapasztalatokat szerzett, más gyerekektől, ismerősöktől. Tehát azt mondom, hogy tájékozottnak kell lenni mindenképpen. Hogyha úgy alakul, hogy önökhöz kerül a gyerkőc egy vizsgálatra, mi alapján kezdik el, vagy hogyan kezdenek neki egy ilyen vizsgálatnak, hogy a szülők ne ijedjenek meg, hogyha meghallják azt a szót, hogy nevelési tanácsadóba kell vinni a gyermeket? Igen, az nagyon fontos, hogy olyan szakemberekkel dolgozunk, akik nagyon szeretik a gyerekeket, és semmiképpen nem áll elő olyan helyzet, hogy szorongató, vagy idegesítő körülmények lennének, és szó nincs róla, hogy valamiféle vizsgálat legyen. Persze itt szoktuk hívni, de ezt gyerekek előtt is kerüljük ezt a szót. Egy fél délelőttöt igénybe vesz ez a dolog, hiszen nem 5 perc alatt kerül sor fontos döntésekre, meg kell ismernünk a kisgyermeket. Az első körben olyan 20 perc, fél óra egy csoportos helyzet, amit mi teremtünk. Ez fontos, ez a kis közeg, hogy azokat a dolgokat is lássuk, hogy kis csoportban, több gyerek között hogy tud viselkedni a gyerek, hogy viszonyul a többi társához, mennyire önálló. Tehát egy kicsit a szociális képességeket is tudjuk így látni. Ebben a helyzetben egy kolléganő vezeti ezt a kis csoportot, feladatokat ad, ezek rajzos feladatok, emlékezeti feladatok, számolós feladatok, rajzolós feladatok. Közben munkatársunk jegyzetel, megfigyeli a gyerekeket, hogy sikerültek ezek a teljesítmények, hogy viselkednek. Ez alatt kolléganők szülőkkel beszélgetnek a fejlődésük körülményeiről, születési körülményekről, mik az elképzeléseik a jövőre vonatkozóban, mi alapján gondolják, hogy esetleg maradjon, vagy menjen iskolába a gyermek, és akkor utána egyéni feladatok vannak, kifejezetten óvodásoknak számva, tehát nem egy hasonló feladatok vannak, mint az óvodában,
itt is számolós, rajzolós, gondolkodtató kis feladatok vannak, és utána pedig mi ezeket a tapasztalatokat megosztjuk a szülőkkel, akár ezeket a rajzos munkákat megmutatjuk, elmeséljük, hogy másik kolléganő, több szakember mit tapasztalt, és valamiféle, tehát közöljük a javaslatunkat, az elképzelésünket, és valamiféle közös konszenzust alakítunk ki erre vagy arra nézve. Fontos azonban megemlíteni, hogy nem csak óvodáskorú gyermekekkel foglalkoznak, hiszen később is jelentkezhetnek problémák. A bevezetőben ezt említettem is, hogy itt a fél év. Iskoláskorú gyermekeknél is ugyanígy zajlik egy felmérés? Az iskolai érettségi vizsgálatok egy kicsit másabbak, ezek szűrő eljárások, nem teljes körűek. Hozzánk nem csak szakértői vizsgálatra, hanem nevelési tanácsadás keretében is lehet jelentkezni. Ilyenkor ez az eljárás nem annyira formális. De azt jelenti, hogy a szülő akár telefonon, akár e-mailen személyesen bejelentkezhet és tanácsot kérhet. Időpontra jönnek a kedves szülők, és akkor átbeszélik a problémát, és ennek megfelelően kerítünk sort arra, hogy milyen területeket esetleg érdemes nézni. Ennek keretében nem feltétlenül készül szakértői vélemény, és nem is fontos az, hogy az intézmény feltétlenül tudjon ezekről az intim problémákról, hogyha szülő nem szeretné megosztani. A másik útja az a szakértői vizsgálat, amikor esetleg a szülő is tudja, hogy probléma van, és kellene egy szakértői vélemény, ami megmondja, hogy kinek mi a dolga, esetleg milyen kedvezményekben részesüljön, illetve az intézmény is javasolhatja a szülőnek, és akkor egy formanyomtatványon kell bejelentkezni, és akkor több oldalú vizsgálatokra kerül sor. Ez egy átfogó állapotfelismerés. Ilyenkor azért intelligencia vizsgálat is készül, és azok a területek kerülnek porondra, amik problémások. Ez egy több alkalmas dolog, másképp kell elképzelni, mint az iskolai érettségi vizsgálatokat. Hány gyerkőccel foglalkoznak jelenleg? Hát ez nagyon nehéz megmondani, mert valaki egy alkalomra jön, valaki rendszeresen jár, és nagyon sok szakfeladatunk van. Úgyhogy év végére 1000 fő fölött van az össz létszám, de mivel hogy 9 szakfeladatunk van, így mindenhol más gyerek fordul elő, illetve egy gyerek több helyre is jár, több területen is esetleg kap támogatást. Úgyhogy ezt most így nehéz megmondani. Ráadásul nem csak Szentendre, tehát Szentendre a központunk, a Pomázi telephelyünk is van, tehát Budakalásztól egészen Visegrádig tart a járás, és itt látunk el körzeti feladatokat. Ezek szerint, hogyha egy szülő úgy érzi, hogy valami probléma lehet a gyermekkel, akkor nyugodtan jelezze ezt önök felé, akkor is, hogyha nem éppen óvodás, hanem már kicsit idősebb. Így van. Egyébként nullától egészen 23 éves korig tudjuk fogadni a gyerekeket, tanulókat, akár nagykorúakat is. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mi elirányítjuk, hogy melyik problémával kihez és hogy lehet bejelentkezni. Ha nem hozzánk, tehát ha nem mi vagyunk az illetékesek, mert hogy nem nappali tagozatos a tanuló, akkor elirányítjuk a megfelelő helyre. Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és megosztotta velünk ezeket a gondolatokat. Polgárdi Veronikát látták, a Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézményének megbízott vezetőjét. Nézőinknek köszönöm a figyelmet.